Sziasztok! Üdv újra itt a csatornámon! Én Dominika vagyok, és a mai videóban egy spoilermentes értékelő videót hoztam J.D. Barkernek a negyedik majom című könyvéről. Ez a könyv április elején jelent meg, tehát egy elég friss példány, és annak idején én az áprilisi radar című videómban is említettem, hogy nekem ez a könyv mennyire felkeltette a figyelmemet. Ezt a könyvet az Egév kiadó adta ki, és ezúton is köszönöm szépen, mivel tőlük kaptam ezt a könyvet, és olvashattam el. A történet Sam Porterről szól, aki egy nyomozó és Chicago utcáin próbálja évek óta elkapni a negyedik majom nevezetű gyilkost. Ez a gyilkos nőket és lányokat rabol el, majd fehér dobozokban küldi el a családjuknak a testrészeiket. Egyik nap Sam kap egy telefont, amiben egy balesethez hívják, és ott a helyszínen kiderül, hogy az a férfi, aki ott meghalt, az a negyedik majom gyilkos volt. A mellette lévő dobozból és egy bizonyos füzetecskéből, amiből később kiderül, hogy az a naplója, kiderül, hogy éppenséggel elrabolt már egy lányt. És itt indul be a történet, ahogy Sam és a csapata megpróbálja megtalálni ezt a lányt, mielőtt víz és élelem hiányában meghalna. Ahogy ezt így a történetből szerintem már ti is sejtitek, ez egy thriller, viszont nem akármilyen thriller. A történet több szemszögből íródott, tehát Sam Porternek is a cselekvéseit követhetjük, meg a naplói a negyedik majom gyilkosnak is folyamatosan váltakozik. Persze a nyomozásban szereplő több karakternek is van külön-külön része. Általában én egy kicsit félni szoktam a váltott szemszögtől, mert attól félek, hogy össze fogom keverni a szereplőket és a cselekményszálakat az egyik oldalról, meg a másik oldalról, és ennél is egy kicsit féltem, de az volt a jó itt, hogy egy-egy fejezet és ilyen váltott szemszög rész nem olyan sok oldalból állt. Tehát volt olyan, hogy mondjuk két oldalból vagy öt oldalból állt egy ilyen fejezetrész, és így nem volt annyira úgymond időm ezeket összekeverni, mert annyira gyorsan lehetett haladni vele. Mindegyik szemszög érdekes volt, viszont az egyik részt egy picivel jobban vártam a többinél, ez pedig a gyilkosnak a naplói voltak. Itt ebben a naplóban a negyedik majom gyilkosnak a gyerekkoráról olvashattunk, hogy pontosan hogyan is jutott el addig, hogy raboljon és gyilkoljon embereket. Különösen szerintem azért tetszett nekem ez a rész, mert tényleg bele lehetett mászni a gyilkosnak a fejébe, és pontosan látni lehetett, hogy mi volt az a pont, ami miatt ő olyan lett, amilyen. És ezek a részek annyira betegesen higgadtak voltak, hogy már engem is teljesen összezavart, és egyébként én azt simán el tudnám képzelni, hogy esetleg az író csak a gyilkosnak mondjuk a naplóiból, vagyis hát így a gyerekkorából írna egy külön történetet és könyvet. Szerintem ez nagyon jó ötlet lenne, és én biztos, hogy elolvasnám, mert amik tényleg itt a naplóban történtek, meg így az egész családban, az nagyon durva volt. A krimi és thriller könyveknél általában ugyanaz a séma szokott lenni, tehát, hogy van egy nyomozó, akinek a magánéletéből is elég sok mindent megtudunk, és a végén valami köze biztos lesz a gyilkossághoz, vagy maga a gyilkoshoz, és én ezeket a fajta történetszálakat annyira nem szeretem, és ennél a könyvnél azért örültem annyira, mert ugye itt is tudtam, hogy nyomozó lesz benne, viszont itt 95%-ban magával, a gyilkossággal és annak a megoldásával foglalkoztak. Sam csapatban dolgozik, és így voltak más szereplők is, de őket annyira nem ismertük meg, és én ennek egyébként örültem is, mert én egy thriller könyvnél, egy ilyen nyomozós könyvnél én nem a szereplőkre akarok fókuszálni, hanem magára, a bűnügyre, hogy azt hogyan oldják meg. Ráadásul egy picit idegesítő is volt ez a pár karakter, mert ilyen poénosra vették a figurát, és egyfolytában viccelődtek egymással, és mindenféle becenevet adtak egymásnak, és nekem ez annyira nem tetszett, és ettől egy kicsit olyan amatőrnek tűntek, és nem tudtam olyan reálisan látni az ő képzettségüket. Amint meglepődtem, hogy J.D. Barker mennyire zseniálisan játszott velünk, ugyanis egyik irányba elterelt, és utána igazából pont a másik irányba kellett volna menni. Tehát annyira játszik a történettel és a szereplőkkel,
hogy egyszerűen az órod előtt vezet, és mégse jössz rá. Pedig azért én már olvastam elég sok thrillert, és általában rá szoktam jönni a dolgokra, de ennél a könyvnél ötletem se volt, hogy most mi micsoda, meg hogyan. Szóval ez az a fajta könyv, amin te próbálod meg összerakni az adott kis történetmorzsákból a dolgokat, és rájönni a lehetséges megoldásra. De ez mégsem jön össze, mert az író annyira tehetséges, hogy nem jössz rá a dolgokra. Annyira örültem, hogy végre vannak okos nyomozók, persze nem kell nézni a személyiségüket, mert tényleg ezek a furcsa poénok és becézgetések tényleg nekem annyira nem jöttek be, viszont amúgy teljesen okosak voltak, és reálisan csináltak közben dolgokat, mert sokszor az a hiba a thrillereknél, amit így laikusként is észreveszek, hogy nem vesznek elég új lenyomatót, vagy nem érdekli őket egy-egy részlet, és itt ennél a könyvnél azt vettem észre, hogy minden részletre odafigyelnek, hogy mindenről új lenyomatot vesznek, és minden lehetséges megoldást körbejárnak. Úgyhogy egy személyes csapata egy picit pozitívabban jött vissza hozzám, mert hát nyilván a személyiség az egy dolog, de ahogy dolgoznak, az teljesen tökéletes volt, és azt is észre lehetett venni, hogy G.D. Barker utána keresett, és utána járt a dolgoknak. Amit még pozitívként felhoznék, azok a lábjegyzetek voltak, ugyanis ha volt olyan rész a szövegben, amit teljesen nem értettél, akkor lábjegyzetben alul odaírták, hogy mégis mit jelent, és emiatt sokkal jobban meg tudtam így érteni a szöveget. Úgyhogy ez egy nagyon plusz pont volt, mert tényleg így sokkal többet tudtam úgymond kihozni a könyvből, és így teljesen az látszik, hogy törődve volt az egész történettel, az egész szerkesztéssel. G.D. Barkernek ez a könyve szerintem tökéletesre és nagyon erősre sikerült, így a thriller kategóriában nekem ez egy meglepetés volt, és nagyon örülök neki, hogy ennyire tetszett. Egyébként ez a könyv egy sorozatnak az első része, és július elején jön külföldön ennek a történetnek a második része, amit nagyon szívesen elolvasnék már most, és abban reménykedek, hogy majd a kiadó esetleg a jövőben majd ki fogja adni. Összességében erre az egész könyvre én 4,5 csillagot adtam, ami így thriller kategóriát nézve elég magas szám, és tényleg azt mutatja meg, hogy ez egy nagyon erős és hátborzongató thriller volt. Hát ennyi lett volna ez az értékelő videó, remélem, hogy tetszett, és hogyha kedvet kaptatok a könyvhöz, akkor lent a leírásban vannak linkek, ahol meg tudjátok nézni a könyvet. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk a következő videómban is. Sziasztok!